Na, hello mindenkinek, srácok, egy jobb videóval készültem nektek. Csütörtök van, tudja mindenki ez mit jelent, egy új update a Fortnite-ba, és persze az új heti kihívások. Ebben a videóban nem az update-okról fogunk beszélni, hanem a kihívásokról, mégpedig a kihívás teljesítményében fogok nektek segíteni. Mielőtt elkezdenénk, ha szeretnél még több ilyen kihívás útmutató videót, akkor ne felejtsd dobni a lájkot, és iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a továbbiakról. A második heti kihívások az összesen 10 kihívásból áll, és az első kihívás pedig Find Shadow Safe Houses. A Shadow az pontosabban egy klánnak a neve, tudjátok jól a mostani seasonben vannak Shadow emberek és Ghost emberek. Na most a Shadow embereknek a biztonsági házát, a menekülő házát kell megtalálnunk. Elég sok van belőlük a térképen, sőt nagyon sok, és szerintem ti is rábukkantatok már véletlenül, mint én. Én őszintén mondva egy WC-be akartam elbújni az ellenségtől, mikor észrevettem, hogy melyek egy csúszdán a föld alá. Na gondoltam, oké, most már az angyalok közé úgy sem kerülök, nagyon sok helyről le tudsz menni, de én egyetlen egy helyet fogok nektek megmutatni és ajánlani, ami Prison Parkban található, pontosabban itt. Második kihívás, Hiding Secret Passages in Different Matches. Úgy szintén egy titkos helyről beszélünk, ami elég sok helyt van a térképen, lehet az egy szemetes kuka, vagy egy WC. Mutatok egy képet, hogy hol találhatok ezek a titkos rejtett helyek, majd ott nyissátok ki a szemeteket és nézzetek egy WC után, vagy egy szemetes kuka után. Majd, ha beleugrattok, akkor le fog vinni a titkos helyre. Harmadik kihívás, Eliminate Players Using a Shotgun. 3 kill-re szerezzünk, bármelyik shotgun segítségével. Egyszerű kihívás, ajánlom a forgalmas helyet, mert hamarabb le tudod rendezni a killeket. Ha pedig meghalsz, újra forgalmas helyre tudsz ugrani, így több az esély, hogy minél hamarabb teljesítsd ezeket a kihívásokat. Negyedik kihívás, Carry a Knocked Opponent 50 meter. Egy knockos ellenfelet kell a hátadon cipelni legalább 50 méterre. Egyszerű kihívás, szerintem ehhez nem is kell hozzászólnom. Ötödik kihívás, Deal Damage to Players from Below. 250 sebzést kell okoznunk olyan ellenségnek, aki fölöttünk tartózkodik. Legyen az egy ház tetején, vagy pont a Sauron tornyán, amit ő épített. Hatodik kihívás, Open Chest Lock by an ID Scanner. 3 olyan chestet kell kinyitnunk, amik egy igazolványt kérnek előtte. Először be kell öltöznünk Ghost Skinbe, amit a játékban megtehetsz egy telefon fülkénél. Majd ezek a chestek a mostani új helyeken találhatóak, mint például The Shark, Yacht, Agency, Grotto és a Rig, ami után az átöltözés megvolt, ki tudod nyitni a chestet. Egyszer. Hetedik kihívás. Shakedown Knock Henchman in Different Matches. 3-szor kell megfogj és belerázd a félelmet egy henchmanbe. Ha lenokkoltál egy bármilyen féle botot, robotot, akkor a nokkolás után van két opciód. Vagy shakedownozod, amit kér ez a kihívás, vagy cipeled. Egyértelmű, hogy az E-betűt fogod megnyomni a kihívás teljesítményéhez. 8. kihívás. Eliminate players at Cragic Cliffs or Weeping Woods. 3 ellenséget kell megölj Cragic Cliffs vagy Weeping Woods területén. Nincs megadva semmilyen fegyver, szóval a főszabály, hogy megöld. 9. kihívás, Deal Damage with Shotguns to Players while in the air. 2-szer sebzést kell okoznod az ellenségeknek, és shotgun segítségvel persze, miközben a levegőbe vagy. Ha nem működik, akkor lehetséges, hogy az ellenség kell a levegőbe legyen. És az utolsó kihívás, nyersanyagot kell szereznünk, pontosabban 500 fát, 400 követ és 300 vasat. Egyszerű. És így teljesítettük a második heti kihívásokat is, ha úgy érzed, hogy segített a videó, ne felejtsd dobni neki egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le semmiről. És még egy dolog, ha segített a videó, írd le kommentbe, jelezd kommentbe, hogy segített. Köszönöm szépen, hogy végignézted, én Norbert voltam, és további szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!